pont egy barátommal beszéltem, most a másik pedig Nacsa Olivér, és ugye akik, akik ugye ilyen 40 körül vannak, előtte, utána, egy-két évvel, és ugye ott hát olyan társat keresnek, akik a, a gyermekük édesanyja lesz. Nem könnyű. És hát finom, és azt mondták, hogy nagyon nagy De. a baj. De miért? Tehát, mert azért egy 30, most, most egy 40 éves pasi az egy 30 éves csaj még teljesen oké okay korban. Igen. Több barátom 30 éves az életét követ most nem? névnek tudom, hogy mi igen. van, és, és egyszerűen hát A 30 más. éves nők akarnak gyereket, nem? Va, van van a nem egy, nem két barátom, aki ott azért ment szét a házasság, mert ő már a... A, a, a férj mondta, mint apuk, hogy én szeretnék családot. Nem, nem azért dolgozom nap, mint nap, hogy oké, okay, egy még egy utazás, meg megint elmegyünk, Jé. most megint elutazunk, most ide megyünk, oda megyünk, oké, okay, de már megvan egzisztencia, szeretnék gyereket, és akkor, hát de még, most akkor most így, meg úgy, és addig megy a parádi, de nem egy-két ilyen kapcsolatot tudok, és azt mondta apuka, vagy a férj, jó, akkor én befejeztem. És megy még egy darabig egy ilyen kompromisszum, de még ne, de még ne, és azt mondta, jó, Befejeztem, és elváltak. Nem egy-két ilyen kapcsolatot tudok, ahol nem a, férj, nem a, a, a férjem múlott, igen.